Sziasztok, itt vagyunk újra a Loki Blogtól, én Csibu vagyok, és itt van velem Juvefan. Sziasztok! A mai videóban is elemezni fogunk méghozzá a Diósgyőr ellen látottakat. Két nagyobb jelenetet veszünk górcső alá, az elsőt már Juvefan most el is kezdi. Ez pedig az első gólunk lesz. Tehát minden itt a 11.-12. perc végén indul majd, amikor Radosnál van a labda, és előre fogja rúgni a mezőnybe. Csak hogy mi azt meg fogjuk szerezni, méghozzá itt Bódi gyűjti össze. És Varga az, aki itt erőszakosan megtartja a labdát. Jól látjuk, hogy hiába áll rajta a diósgyőri támadó, vagyis hát itt jelen esetben ugye Bognár az, aki Vargán áll. Varga szépen kiharcolja magának, hogy ne veszítse el a labdát. És ebből indítja itt Holmant, aki megindul a szélen, és hát szélről, de befelé húz, és itt megállítom a képet, mert itt fontos dolgokat fogunk látni. Ugye itt van Holman, és már itt látszik, hogy azonnal kialakul két potenciális passzolási lehetőség. Az egyik ugye Takács, aki ott már egy védő gyűrűjében már szabadon van, úgymond, hiszen itt már megjátszható lenne, illetve itt van a kép bal alsó sarkán Gyelmi, aki pedig kifutott teljesen a bal szélre, viszont ezzel lényegében kizárja magát az akcióból, hiszen látjuk azért Holman inkább befelé néz, ő nem is keresi azt a lehetőséget, illetve ebbe a szituációba azért oda kitenni a labdát nem olyan jó megoldás lenne. Látjuk, hogy azért ott van egy védő is, meg tényleg a Holmannak a mozgása sem azt eredményező, hogy ezt jól meg lehetne oldani, így tényleg az az egyik legjobb megoldás, hogy majd Takácsot kiugratja egy ilyen mélységi passzal, vagy pedig a mellette Jovanovics az, aki ott már jön az akcióba, akinek ugye kulcs szerepe lesz majd a végén, itt már ugye sprintel a támadással, de itt még ugye ebben a helyzetben nem megjátszható, és érdemes megnézni, hogy itt a diósgyőriek védelme még azért úgy létszámban megvan, hiszen a három ember jut úgymond két játékosunkra, a túloldalt is érkezik a szélső védő, itt még ugye Holmant is zavarja az egyik védekező középes, és még Jovanovicsnak is megvan az embere. Na de ez hogy fog változni, azt most nézzük, ha tovább megy a kép. Ugye itt már Holman bejátszotta a labdát Takácsnak, és érdemes megnézni, hogy milyen egy vonalba helyezkedik itt az öt diósgyőri védő, és előttük mégis ott marad Jovanovics teljesen üresen, és érkezik a Takács által szépen bepasszolt labdára. Nagyon okos meglátás volt, hogy Takács onnan betette, és hát Jovanovics, aki az előző képen még ugye sprintelt szépen, lehagyta az összes embert, és szépen érkezik a betett labdára. Ugye látjuk itt Jelmicset a kép bal alsó sarkába, hogy ő teljesen kivonta magát ebből az akcióból, amit az előbb is említettem, és így lényegében tényleg egy szép kis pofás támadás után érkezik a gólunk, amit végül Jovanovics helyez a kapuba. Úgy tűnt, mintha a diósgyőri védelem nem vennék komolyan, és tényleg ezzel a két gyors passzal, amit Holman és Takács játszott meg, azzal nagyon gyorsan átjátszottuk a teljes védelmet, és nagyon fontos kiemelni Jovanovics szerepkörét, hiszen a 4-4-2-es játékszituációban ugye Holman és Takács felelne leginkább a gólért, és most érkezett hozzájuk harmadikként Jovanovics, felzárkózott a támadáshoz, és nagyon jól tette. Így van, és itt ugye a visszajátszásban megint azt látjuk, ahogy itt már ugye Takács kapja a labdát Holmantól, aki pedig szintén elkezd egy másik irányba mozogni. Jól látjuk. Ő is kíséri majd a támadást. Illetve amit az előbb is kiemeltem, hogy Jelmics ugye mennyire kivonta magát itt a játékból. És itt látjuk Jovanovicsot, hogy itt még úgymond mennyire le van maradva. Itt még ugye három vendégvédő is, sőt még a negyedik is előtte helyezkedik. De hihetetlenül bealszik
a Diósgyőri védelem is Jovanov is simán fut be ott az üres területre, nem is igazán értem, hogy ez itt hogy alakulhatott ki, hogy ennyire üresen érkezzen majd Jovanovics, és ebben a szituációban tényleg adja magát ezt, hogy majd itt Takács középre adja a labdát. Nem tudom, van-e még valami észrevétel ezzel az akcióval kapcsolatban? Hát az egész mérkőzés egyébként Tamás Márkot is lehetett dicsérni, de itt az ő lábai között megy el a labda, tehát még akár ő is ott lett volna arra, hogy blokkolja Takácsnak a passzát, de itt tényleg olyan volt, mintha meglepődne a Diósgyőr, hogy ilyen támadást vezetünk, és van érkező ember a túloldalon. Hát volt, és gólt is szereztünk. És akkor nézzük meg, hogy milyen játékszituáció előzte meg a Diósgyőr gólját. Itt 42:00-nál áll az óra, amikor úgy tűnik, hogy megvagyunk teljesen a pályán és a védelemben. Nagyon jól látszódik egyébként, most ezen a képen azért állítottam meg, mert nagyon jól látszódik a 4-4-2-es hadrendünk, ugye megvan a négy védőnk, megvan a négy középpályásunk, és megvan a két csatárunk, sőt, még akár szépen be is lehet rajzolni azt, hogy kik a védekezésért felelős középpályások. Ezt sokszor lehet látni egyébként a találkozón, hogy tényleg pontosan milyen hadrendet játszunk, és jó látni ezt, hogy pontosan hogyan is néz ki. Hát elméletileg megvagyunk a középpályán, követjük a Diósgyőr akcióját, de aztán mégis beüt a krach, ugyanis lesznek üresen álló játékosok, akiknek adott esetben lehet passzolni a labdát, és ez egy nagyon-nagyon fontos taktikai hiba miatt következhet be, ugyanis, hogyha megfigyeljük, akkor jól látszódik, hogy nem igazán vesszük fel az embert, egyetlen egy párharc van itt Mészáros és Novotny között, akik rajta vannak szorosan az emberen, Jovanovics így bacsát, hát nem mondanám, hogy űzi hajtja, tehát nagyon messze van tőle, itt Vargának van meg az embere, de például Manyrekár nagyon messze van Korhuttól, itt Lázár Pál nagyon hátra húzódik, nyilván nem feltétlenül kellene rárontani az emberére, csak jelzem azt, hogy milyen szituációk, milyen párharcok látszódnak ezen a képen, és nagyon messze helyezkedünk el az emberünktől, nincsen igazi emberfogás. Számomra inkább az a feltűnő ebbe a szituációban, hogy mennyire középre fókuszál az összes játékosunk. Itt ugye kiemelted Manyrekárt és a szélen felfutó Diósgyőrit, hát rajtuk kéne lenni egy Jelmicsnek és Bódinak, ugye a két szélső középpályásnak lenne igazából ez a feladata, hogy ő besegítsen a szélsővédőknek, és tényleg itt jól látszik, hogy itt a pálya középső harmadában vagyunk, a 16-ossal egy vonalba helyezkedik az összes játékosunk. Nagyon középre koncentrálódtunk itt. Ezzel még alap esetben egyébként nem is lenne baj, hogyha utána később felvennénk az ember, de nem fogjuk felvenni. Van egy középre tett labda Bacsához, és már is egyébként lehet látni, hogy mint hogyha egy picit mindenki megkergült volna, elkezdjük nézni, hogy hoppá, baj van, valamit tenni kell, és Bacsa teljesen nyugodtan át tudja venni a labdát, és van is egy ember üresen, akinek akár egyből passzolhatna is. Itt látszódik, hogy mivel nem fogtuk szorosan az embert, és most lett egy ilyen tűzoltási szituáció, hirtelen a párok eltűnnek létezni, tehát itt nem is tudom, Brükovics Mészáros van itt? Mészáros talán, aki itt szerepet kap, két védőt is le kéne fognia. Korhut nincsen, megjátszható és hát védekezhető állapotban gyakorlatilag Brükovics le van maradva, és gyakorlatilag kialakul egy 2-1-es szituáció a 16-osunk előterében, ezt nem lenne szabad engedni. De megyünk tovább, és lássuk, hogy hogyan történik meg ez a szituáció. A Diósgyőr hát nem tud feltétlenül élni ezzel a jelenettel. Van egy hosszú labda Novotnyhoz, aki egyből felnézés nélkül, amolyan megérzés alapon fogja majd visszarugni a labdát, de az Brükovicsban elakad, aki zárta szépen a szöget, és most kerül vissza szerencsével a Diósgyőri játékhoz a labda, és már itt Egerszegit figyeljük meg, aki már jelentkezik is, széttárja a karját, hogy hát itt vagyok, Bognár a rövidnél várja vissza a labdát, illetve bent láthatjuk talán Novotnyt, aki érkezne arra, hogyha jönne egy beadás, de hát már most látszódik, hogy hoppá, van itt egy passz lehetőség. Ami ezen a szituációban szörnyű a mi oldalunkról, hogy nem fogjuk igazán a játékost. Korhut van Novotnyval,
talán a védelmünknek a legalacsonyabb tagja, ahelyett, hogy mondjuk Mészáros fogná Novotnyt, tehát Mészárosnak földbe gyökerezik a lába, Brükovic fogja egyedül az emberét, Lázár nagyon messze van Bognártól, és hát itt kiemelném ezt karikázással Varga és Jovanovic helyezkedését, gyakorlatilag elég lenne ott egy ember is, és egyikük sem gondolja úgy, hogy hoppá, hát menni kellene és fogni kellene az érkező Egerszegit. Ráadásul a visszafutó Gyelmics is nagyon-nagyon messze van tőle, tehát van több olyan játékos a Diósgyőrnél, aki adott esetben megjátszható lenne, és nem figyelünk oda, jelen esetben itt én Jovanovicot hibáztatnám leginkább. De megyünk tovább, és akkor jön a passz Egerszegihez, még mindig nem kaptunk kézbe. Egyébként most feltűnik a képen Barci Dávid is a bal felső sarokban, aki szintén adott esetben megkaphatna egy visszagurítást. Bognáron még mindig nincs ember, Lázár nálunk csak ácsorog, tehát tényleg gyakorlatilag Lázárt, hogyha megnézzük, ő kivonta magát a játékból, oda ebből a szituációból sehogyan nem juthatna a labda, maximum akkor, hogyha megpróbálná legurítani lövésre Bognárnak a labdát. Bacsa, de hát látja, hogy ott van Lázár, ez nem fog megtörténni. Hagyj javítsalak már ki, ez akinél a labda... Bocsánat, Novotny, bent pedig Bacsa. Így van, a kettőjüket összekevertem, de ez a lényegen nem változtat, tehát még mindig Korhut fogja Bacsa Patrikot, és Mészárosnak még mindig nagyon érdekes a helyzete, ugyanígy Vargának és Jovanovicsnak, de akár lehetne mondani Gyelmicset is, nincs emberünk középen, nincs emberünk Egerszegin, tehát érthetetlen játékszituáció alakul ki, és majd látjuk, hogy ahogy Egerszegi érkezik, itt Verpec lövést vár. Egyébként ez is egy picit elemezhető szituáció lenne kapus szemszögből, hogy Verpec annyira kint áll a rövid oldalon, hogy már elhagyja a kapufával párhuzamos csíkot is, tehát nem is nagyon értem ezt a szituációt, hiszen nem lőheti majd rá onnan Novotny, ha pedig visszagurítja, akkor pedig tudja korrigálni adott esetben a helyezkedését, túlságosan a rövidet fogja. Nem őt hibáztatom a gólért, amit kapunk, hanem egyértelműen három játékosra mondom azt, hogy besegíthetett volna a védekezésbe, és azt mutatom is a következő képkockán. Itt megkapja Egerszegi, lőheti kapura, és lemaradt erről a szituációról teljes mértékben Verpec, lemaradt a szituációról Mészáros, lemaradt a szituációról Jovanovic, és lemaradt Gyelmics. Bármelyikük, hogyha egy picit előbb észleli a dolgot, akkor Jovanovic Egerszegit le tudta volna követni, Korhut rá tudott volna menni adott esetben Egerszegire, hogyha Mészáros besegít, és ő fogja majd Bacsát, és hát Gyelmics is hamarabb visszaérhetett volna a játékosa. Tehát volt három olyan kulcsjátékosunk, Mészáros, Jovanovic és Gyelmics, akiknek egy bizonyos mozgása az lehetővé tette volna azt, hogy Egerszegit lefogjuk, és hát Verpec is hamarabb észlelhette volna azt, hogy onnan nem fogja kapura lőni majd Novotny, hanem be fogja gurítani, így pedig érthetetlen kicsit, hogy mennyire a rövid oldalt fogta, hiába fog majd mozogni már a hosszú irányába, Egerszegi nagyon szépen belövi a labdát a rövid oldalba, alulra nem is kell neki igazán erősen lőni, elég helyeznie. És még egy dolgot nézzünk meg ezen a képen, ami nagyon sok mindent elárul arról, hogy mennyire vártuk már a félidőt. Van itt a 16-osunkon belül 1, 2, 3, 4 Jovanovicsot már bekarikáztam, 5, Mészáros 6, Korhut 7, Gyelmics 8, Verpec 9, tehát 9 játékosunk a 16-oson belül helyezkedik el, meg vagyunk létszámban, összesen 4, azaz 4 diósgyőri játékos van a 16-oson belül, tehát azt sem lehet mondani, hogy nem jut kellő ember erre a helyzetre, és mégis minden fehérmezes játékoson azt látjuk, hogy ácsorog. Egyedül Verpec az, akinek valamiféle dinamizmus felismerhető a mozgásában, talán Korhut Misinek a bal lába, illetve Gyelmics kései visszaérése. De mindenki ácsorog, tehát már úgy nézzük, hogy hát majd csak lesz ebből valami, vagy hát majd csak valaki felszabadít, mindenki vár a másikra, ez pedig pont a csapatjáték esetében a legrosszabb dolog, hogyha így viseltetünk. Én még egy dolgot szeretném itt felhívni a figyelmet. Ha a képről eltűnnek a figurák, berajzolnék valamit, mégpedig azt, hogy ebbe a sávba itt nincs emberünk,
és ez azért volt fontos, mert ugye ez volt az egyetlen olyan passzsáv, ahol úgy érkezhetett a labda, hogy abból még olyan szituációt teremtsen a Diózsi, amiből ugye gólt szerezhet, és hát ezt látjuk, hogy végül is gól lett. Tehát ott van ugye 2, 4, 6, 7 emberünk abban a sávban, de azt a passzsávot senki nem zárta. És akár még Vargát is ide lehetne venni, mert talán ő is mehetett volna ebbe a sávba, tehát hogyha oda szépen bemozog Varga Józsi, akkor megakadályozhatta volna ezt a paszt, de hát ez nem történt meg ebben a szituációban. Én azt gondolom, hogy az egész védelmünk sáros ebben több szempontból is, beengedtük őket rizalatosan belőle, aztán pedig nem figyeltünk a érkező játékosokra, és végül sikerül Egerszeginek megszerezni talán önmagának a negyedik gólját ebben a szezonban a DVTK színeiben. Még egyszer ezt megnézzük az ismétlésből. Itt látható a passz, talán még annyira kitérnék, amit közösen beszéltünk is, hogy a passz pillanatában nincs-e vajon les. Na itt van egy passz, bocsánat, hogy így állítom meg, de ezen látszódik nagyon jól a szituáció. Ugye itt a Mészáros az utolsó ember, tehát az ő lábát kell ugye nézni. Hát nagyjából szerintem ezt így lehetne meghúzni. És hát ugye jól látjuk, hogy Novotninak a feje belóg, tehát ez a centimétereken is, de szerintem ez így les volt. Nyilván nem lehet egy ilyenért elmarasztalni a játékvezetőt, illetve a partjelzőt, mert ez annyira picén múlik, és annyira nehéz ezt észrevenni, hogy... Tehát az ilyenre lehet azt mondani, hogy el lehet engedni, de egyébként látszik, hogy ez így les volt. Így van, tehát hogy valami mellettállást kell foglalni, akkor azt tudjuk kijelenteni, hogy lesállás előzte meg, de én is a mondó vagyok, hogy azért ezt egy partjelzőnek meglátni, az szerintem már túlmutat az emberi teljesítő képesség határain, tehát szépen csinálta a DVTK, és nem is ebből a pass szituációból lett még a gól, ugye, hanem utána még volt egy Brukovics blokkolás is, egy középre tett labda, amint azt még itt látjuk, és érdemes megnézni egyébként még egy dolgot itt, hogyha már ezt a szituációt elemezzük. Itt érkezik most Egerszegi, tehát rendkívül messze van az akciótól, és láthatjuk ezt a hatalmas üres teret, ami azáltal, hogy Korhut behúzódott középre, ugye itt látjuk majd ezt a párt, itt van Korhut Bacsával fut versenyt, tehát Jovanovics meg már most ácsorog. Varga is csak nézi a labdást, tehát minthogyha a labda lenne a legfontosabb dolog a fociban, mindenki a labdást nézi. Senki nem figyeli a játékost, és még így Gyelmicsnek is lehetne egyébként annyi sütnivalója, hogy azt mondja, hogy hát figyelj már, akkor én odafutok, ahova fut ez a srác, nehogy bármilyen szituáció kialakulhasson, de sétálás megy mindenkinél, és Egerszegi befut az üres területre, nem követi őt senki. Úgyhogy megszületik a gól. Egerszegi már itt jelentkezik, hogy kéri a labdát, tehát tudatos volt az egész akció. Abszolút tudatos volt, és emellett ez is érdekes, hogy jelentkezik, pedig ugye a labdás nem láthatja, hogy ő érkezik. És már itt egyébként megy nefelé a labda, és még mindig, és Jovanovics még mindig a labdásat nézi, tehát meg lehet ezt is figyelni, hogy most ezzel a nyilla rajzolom be, hogy mindenki azt nézi, hogy mi van a labdával. Mindenkit a labda érdekel. Az összes játékos azt nézi, hogy a labdával mi történik. Nem pedig azt nézzük, hogy milyen játékszituáció alakul ki adott esetben középen, és ezt is jól be lehet rajzolni, hogy minden játékosunk egy vonalban, itt négy játékos, ezt pedig három játékos van egy vonalban, és itt gyönyörűen az a háromszög, amit az előbb rajzoltunk, kitűnik, hogy jöhet a labda be középre, ott pedig érkezhet majd Egerszegi. Na hát ez lett volna a mostani elemzős videónk. Reméljük elégedettek vagytok vele. Ha bármilyen megjegyzés, hozzászólás az tovább gördítheti útját ennek a videós sorozatunknak. Úgyhogy várjuk a véleményeteket. Hajrá Loki, hétvégén Békés Csaba. Azon eldől, hogy hanyadikok leszünk. Reméljük, hogy összejön a második hely. A magam nevében búcsúzom, sziasztok, itt volt velünk még Juve fan is. Sziasztok, köszönjük a figyelmet.